A Star Wars az utolsó Jedik színültig van meglepetésekkel, vendégszereplésekkel és rejtett utalásokkal a messzi-messzi galaxisból. Íme minden, amit találtunk. Vigyázat, spoileres tartalom következik. Amikor Rey átadja Luke-nak a fénykardját, ha elég figyelmesek vagyunk, láthatjuk ugyanazt a sérülést, amit hősünk a Jedi visszatér során szerzett, a sarlak verme felett folytatott harcok során. Egy ponton Luke megemlíti Darth Sidious nevét. Először utal így Palpatine császárra, ami egy kisebb főhajtás az előzmény trilógia előtt. A Crait bolygón zajló csata során sok utalást találtunk a Birodalom visszavág legendás ütközetére. A lépegetőkön érkező gonoszok egy titkos bázist akarnak elpusztítani egy fehér felszínű bolygón, miközben a hősök siklókkal próbálják feltartani őket, hogy a többieknek legyen idejük a menekülésre. Amikor az első rend támadást indít az ellenállás flottája ellen, Kylo és Leia elméje ugyanúgy kapcsolódik az erőn keresztül, ahogy Luke és Vader kommunikáltak a Birodalom visszavág utolsó perceiben. Leia R2-D2 által lejátszott üzenete az egy új reményből nem igazán rejtett utalás, viszont elegáns módja Luke meggyőzésének arról, hogy újra csatába szálljon. Elvégre annak idején is működött a dolog. Láthatjuk Leiát, amint fehérbe öltözve tüzet nyit Póra egy kábító lövedékkel, ami nagyban hasonlít az egy új remény azon jelenetére, amikor őt éri ilyen lövedék a rohamosztogosok fegyveréből. Szintén a negyedik epizódra utal a finálé azon jelenete, amikor Luke közli Kylóval, hogy ha haraggal sújt le rá, csak még erősebbé válik tőle. Obi-Wan Kenobi éppen ezeket a szavakat intézte Vaderhez párbajuk során. Most halálra sújtasz, nagyobb lesz az erőm, mint azt el tudnád képzelni. Han Solo aranydobó kockái láthatóak voltak az egy új reményben, ha nagyon közelről figyeltétek az ezer éves Solyon pilóta fülkéjét. Bár sem a Birodalom visszavág, sem a Jedi visszatér során nem láthattuk, valószínűleg végig ott voltak, hiszen az ébredő erőben újra feltűntek. Eredetileg valódi dobókockák voltak aranyszínűre festve, ám az utolsó Jedi kedvéért újra tervezték őket, rajtuk a Canto Bite-ban láthatókhoz hasonló szimbólumokkal. Luke utolsó pillanataiban két lenyugvó napot figyel, akár csak az egy új remény legendás jelenetében, amivel kalandja kezdetét vette. Ugyanígy az erőérzékeny fiú a film végén hasonlóan kémleli a csillagos égboltot, mint Luke a dupla naplementét, egy izgalmakkal és kalandokkal teli életről ábrándozva. A Snoke tróntermében játszódó jelenetsor rengeteg hasonlóságot hordoz magán a Jedi visszatér végső leszámolásával. Rey-t ugyanúgy bilincsben vezetik Snoke elé, ahogy Luke-ot. Snoke őrségének tagjai élénkpiros felszerelést viselnek, akárcsak az uralkodó királyi testőrsége. Snoke egy ablakon keresztül megmutatja Rey-nek, ahogy az ellenállás flottája támadás alá kerül, akárcsak Palpatine tette Luke-kal a lázadók elleni ütközet során. Snoke ugyanúgy a trón karfájára helyezi Rey fénykardját, ahogy az uralkodó Luke-ét. Rey megpróbálja magához ragadni azt, úgy, ahogy Luke. Persze, ahogy annak idején, ezúttal sem járnak sikerrel a próbálkozások. Végül pedig Kylo elárulja mesterét, hogy megmentse Rey életét, ahogy Vader tette az uralkodóval, hogy megmentse tőle a fiát. Luke zöld tejet fej egy idegenből, ami utalás arra a kék tejre, amit az egy új remény során ivott nénikéje és bácsikája társaságában. Vessünk néhány pillantást a vendégszereplésekre. Garrett Edwards, a Zsivány egyes rendezője egy pillanatra feltűnik a Crait bolygón zajló csata során. Ő áll a katona mellett, aki megjegyzi, hogy a felszínt sóborítja. Az IGN interjújában Rian Johnson elárulta, hogy Edgar Wright rendező és Joe Cornish forgatókönyvíró is szerepelnek a filmben, bár nem vagyunk benne biztosak, kit alakítanak. Carrie Fisher Gary nevű kutyájáról is mintáztak egy űrlényt az alkotók, őt Canto Bite kaszinójában láthatjuk egy nagyobb lényölében. A hátrahagyottak főszereplője Justin Theroux alakítja azt a kódtörő mestert, akinek felkutatására Maz Kanata elküldi Finnt és Rose-t. Johnson korábbi filmjei, a Beépülve és a Looper a jövőgyilkos a színésze, Joseph Gordon-Levitt a stáblista szerint egy Sloven Low nevű karakter hangját kölcsönözte, ami egy újabb Beastie Boys dal előtti főhajtás. Ez a név a Sloven Low című dalra utal, ahol korábban Hello Esty neve a Hello Nasty, Il Comunica neve pedig az Il Communication című dalra volt kikacsintás. A jelenetben, amikor az első rend elfogja Finnt és Rose-t, számos említése méltó hírességgel találkozhatunk rohamosztagosként. Egyes hírek szerint Tom Hardy és Gary Barlow énekes is köztük van. John Boyega elárulta, hogy Vilmos és Harry brit hercegekkel is felvettek egy jelenetet, ám ez végül nem került bele a végleges változatba. Ezekkel a rejtett utalásokkal találkoztunk a Star Wars az utolsó Jedikben. Kihagytunk volna valamit? Írjátok le odalent komment formájában. Köszönjük szépen a figyelmet, legközelebb újra találkozunk. Sziasztok!